Halihó ellenállók, halihó sárga pólósok. Ugye a Csepeli bíróságon itt van a felirata, ugye már a harmadik tárgyalás volt, ha jól sejtem, a PKKB garázdaságos ügyben. Lehet, hogy már nem emlékeztek rá, a Tag Live-on lévő videó belőle több mint 1 milliós nézettsége van, de lehet, hogy már a kettőt súrolja. Tudjátok, amikor a végén azt mondtam a rendőrnek, amikor mondta, hogy, hogy átvizsgálja a cuccaimat, hogyha akar, akkor a seggembe is benyúlhat, és ha jól csinálja, még élvezem is. Tehát ez az az eset. Ugye ennek az előzménye az, hogy amikor a bíróságra bementünk, akkor ez a Baloni a bíróság elnöke kitalált valami igazságot, hogy nem lehet bevinni a plakátokat, és ugye mégis bevittük, és akkor ugye ott az őr azt hazudta, hogy én ottan őt félrelögtem, meg stb. És ezért ugye egész napra, tehát 8 órára előállítottak, végig kihallgatással telt, és ugye ez az az eset, ahol a PKKB bírái kizárták magukat az eljárásból, tehát elfogultságot jelentettek be saját maguk ellen, majd átkerült a Csepeli bírósághoz, ahol mindenféle vizsgálat nélkül kaptam 120 ezer forint büntetést meghallgatás és tárgyalás nélkül, majd ugye ezt tovább vittük, és végre több mint egy év után megkaptam a nyomozat anyagait is, holott már az első nap kértem, hogy adják már oda a videót, meg az iratokat. Na szóval ide jutottunk a végén, és most itt három tárgyalásom, ugye volt előkészítő ülés, meg ismerkedő ülés, ugye most az új BL szerint ilyenek vannak. A harmadik tárgyaláson a bíró nő azt mondta, hogy szó nincs róla, hogy itt bűncselekmény lenne, mert hogy ugye nem voltam támadó az őrrel szemben, nekem egy célom volt, hogy bemenjek a bíróságra és bevigyem a papírokat. Ellenben a garázdaság szabálysértését megvalósítja, mert hát azért mégse illik bíróságon épületében hangoskodni és ott véleményt nyilvánítani, és hogy ez ott valamilyen módon zavarólag hatott a bíróságra, és akkor kihívóan közösség ellenes volt, és alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltjen. Viszont nem volt annyira súlyos, hogy komoly büntetést alkalmazzon, ezért figyelmeztetésben részesített a bírónő, ami így önmagában egy ilyen kis felemás, nyilván értem én ezt, tehát furcsa is, hogy mondjuk egy bíróság dönt arról, hogy egy bíróságon való vélemény nyilvánítás szabályos vagy nem, tehát ez egy kicsit nekem ilyen kicsit fura dolog. És hát természetesen, amikor megkérdezte ítélet után, hogy fellebbez-e az ügyész, igen, akarom, hogy megbüntessék, bűncselekmény volt. Mondta ezt az az ügyész, aki szerintem nem olvasott el egyetlen iratot sem, mert itt most kérte, hogy olvassák már fel a vallomásokat, mert ugye nyilván nem nézte, és szerintem most látta először a videó felvételeket is erről a dologról. Fingja nem volt erről az egészről, de ő követeli, hogy büntessenek meg. És hát nyilván én meg azért éltem fellebbezéssel, hogy ez még szabálysértés sem, tehát pontosan egyébként nem miattunk, hanem miattatok, kedves nézők, hogy ti is nyugodtan nyilvánítsatok véleményt a bíróságokon, mert az nem kihívóan közösség ellenes szerintem, tehát ezt adtam elő. Nyilván majd látjuk, hogy arra a törvényszékre fog kerülni, ahol ugye Polgárnéről többször elmondtuk, hogy ugye szakadjon ki az igazságszolgáltatásból, mert olyanok, akik ellen büntető eljárások vannak, az ne legyen a törvényszék elnöke, akinek ugye jó barátnője a Handó Cünci, akinek a bugyibulia miatt többször felemeltük a hangunkat. Hát kíváncsi leszek, hogy ez a törvényszék ebben az ügyben milyen döntést fog majd hozni. Mondjuk azt, hogy kicsit felemás, nem vagyok büntető, vagy bűnös garázdaságban, de azért valami kis szabálysértés állítólag tettem. Nagyon fontos, ha változást akartok, ha olyat akartok elérni az országban, ami túlmutat, legyűri ezt az Orbáni önkényt, a banki kifosztást, akkor tenni kell, valóban cselekedni kell, és hogyha minden nap százak és ezrek nyilvánítanának véleményt a bíróságokon, akkor ez nem lenne kihívóan közösség ellenes, mert ez általán lenne. Tehát azt mondaná a bíróság, hát nincs semmi nézni való, megint egy vélemény nyilvánítás, és az emberek igazságszolgáltatás fideszmentesítését tömegesen akarják. Tehát ezen múlik minden, hogy hogyan alakul ez az ország. Nagyon fontos, ha nem tetszik az Orbáni önkény, ha nem tetszik a banki kifosztás, akkor tegyél ellene, és mielőtt elmondom, hogy cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, ne felejtsétek, 10-én, április 10-én, 10 órakor kezdődik az a tárgyalás a Budakeszi úton a BKKB-n, ahova a bíró beidézte az első számú uzsorást, a feleségét és a fiait, tehát kíváncsiak leszünk, hogy szemünkbe nézze. Ha van kedvetek egy ilyen izgalomra, akkor legyetek ott, tehát cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá! Hajrá!